családban, ahogy elnézem, a szeretet a legnagyobb probléma. Nincs szeretet. Ha nincs szeretet, akkor hogyan legyen szerelem? Hogyan alakuljon ki továbbra a kapcsolatotok jól? Hogyan legyen még jobb, még jobb, még sikeresebb? Ha nincs szeretet. Hát mondod a párodnak valamikor, hogy szeretlek, csak ennyit. I love you. Szeretlek. Mondod a párodnak? Hát ez az, hogy nem. Elfelejtünk már mindent. A kutya mindenit, hogy élünk egymás mellett. És semmi szeretet, semmi kedvesség, legalább egy kedvesség. Heti egyszer egy csokoládé, egy szál virág, naponta, két naponta azt megsimogatni, és azt mondani, hogy szeretlek, édesem, szeretlek. Mondod a párodnak? Hát bizony nem mondjuk. Nem mondjuk, és ez a szeretetlenség, ez a hiány, ez a, mint egy levegő hiány, jól mondta az egyik pap, megosztottam, miért nem néztétek, nézzétek. Mint egy levegő hiány, úgy kell a feleségnek, a barátnődnek az, hogy kimutasd, hogy szereteted. Nincs, nincs, ha szeretet nincs, vége a boldogságnak, a mindennapi jólétnek. Hiába vagy te gazdag, hiába van neked Ferrarid, hiába viszed el a barátnődet szép luxus helyekre, ha egyszer nem mondod neki azt, hogy love you, hogy love you. Csak ennyit kellene mondani, hogy szeretlek. Hát szeretet hiányba élünk. Komolyan mondom, hogy mindenki szeretet hiányban él. Ennyit kellene csak mondani. Love you. És mindjárt minden megoldódik. Nézd meg, hogy a kapcsolat miért válik, miért megy tönkre egy kapcsolat, amikor nincs egyiknek se párja. Tehát, hogy nincs mellé párja, tehát nincsen egy harmadik. Miért megy tönkre mégis a kapcsolatok? Szeretet hiány. Egyszerűen elkezdjük szépen egymás mellett élni. Úgymond egymás mellett élni, mint barát és barátnő. És akkor mi történik? Elkezdünk egy hétköznapias, úgymond olyan életet élni, ami katonás. Hazajössz a munkából, elhozom a gyereket, ide viszem, teniszre viszem, vagy sportolni, mit főztél, mi a vacsora, és ennyi. És annyit nem tudsz mondani, hogy szeretlek és megöleled, love you, love you. Nagyon nehéz ezt kimondani, hogy love you. Katasztrófa. Tényleg, gyerekek, olyan keserves, hogy így beszélgetek családokkal, és tényleg annyit nem tudnak mondani. Heti egyszer, hogy love you, baby, love you. Csak ennyit kéne mondani, heti egyszer. Hát mondd már ki. Hát hidd el nekem, hogy a feleség szája az így tátra nyílik, és olyan boldog lesz, annyi puszit kapsz, és annyi ölelést, és megkérdezi majd, mit főzek neked? Mit szeretnél vacsorázni? Ugye? Milyen jó így élni? Milyen jó úgy élni, hogy azt mondod neki, hogy love you. Just love you, ennyi. That's all. Tehát... Elmegyünk, elmennek az évek, elmegyünk egymás mellett. Úgy, hogy egy hónapban egyszer sem öleljük meg egymást. És úgy telnek az éveink, hogy ennyit nem adsz a másiknak, így megöleled a kezecskéjét, és megpuszilod. És annyit mondasz neki, szeretlek, love you. Hát elmegyünk egymás mellett, és így ketyeg a biológiai óránk. Neked is ketyeg, nekem is ketyeg, ennyi. Nem csak nekem ketyeg, neked is ketyeg a biológiai órád. A szeretetről te is lemaradsz, mert ha nem mondod a párodnak, hogy szeretlek, love you, akkor te sem fogsz tudni szeretetet kapni, hiszen a hölgy zsémbes lesz. A leányzó hisztis lesz. A leányzó úgy érzi, hogy ez se jó, az se jó, amaz se jó.
minden jó lesz, ha adsz neki szeretetet, fogd már föl, minden jó lesz, csak annyit mondja, love you, és minden oké lesz. Hát fogd föl, ennyit, mi az életben milyen nehéz ezt kimondanunk, hogy love you, hát el se hiszem, csak ennyi, love you and love me, ennyi. Mitől nehéz ezt kimondanunk? Mi inkább szétmennek a családok, inkább szétmennek a párok, és keresi a másikat. Persze, elejében mondod, hogy love you, és aztán később miért nem férez bele? Miért nem férez bele, hogy love you? Miért? Miért nem tudod ezt mondani, hogy love you és szeretlek? Csak ennyit, hogy szeretlek. Miért nehéz ezt kimondani? Istenem! Olyan hülyék vagyunk. Gyerekek, én is többször elváltam. Nem sikerült a kapcsolatom, házasságom. Hosszas volt mindig, tehát nem egy heteket éltem együtt, de éveket, hosszú éveket, de mégsem sikerült. Aztán úgy meghűltek. Aztán valószínű én is meghűltem. Nem csak másikban van a hiba, én nem mondom. Mondjuk az egyik kapcsolatom az nagyon durva volt, de szó szerint egy durva goromba férfi volt, és azt már alig vártam, hogy vége legyen, az borzalmas volt. Tehát egy olyan kapcsolatban élni, gyerekek, soha ne éljetek, lányok, figyeljetek, soha ne éljetek olyan kapcsolatban, ami bántalmazó. Soha ne engedd meg, hogy egy pofont is adjon neked. Mert utána vége, és jön a többi. Ne engedd meg soha. Figyelj oda, szépen tisztelettel bánjanak veled. Szeretlek titeket, puszilok mindenkit. Legyetek kedvesek, aranyosak a párotokhoz, szeressétek a hölgyeket, mert a nő, mint ahogy a föld is egy nő, a nő az anya, az csupa szeretet. Ha azt te szereted, akkor felemel téged az égbe. Olyan sikeres leszel, ha te azt úgy csinálod, hogy a házasságodra odafigyelsz. Egy szárvilág, egy csokoládé, egy héten egyszer. És annyit mondasz, hogy love you, love you. Olyan boldog leszel, kiemel tégedet, de úgy a magasba. Olyan sikeres leszel minden nő, minden férfi mögött, aki igen sikeres, egy asszony áll mögötte. És ez tényleg így van, ez nem vicc. Sokan egyszerűen elmegyünk a szeretet mellett, csak annyit mondani, hogy szeretlek, ennyi, love you, és no problem, csak love you. Tehát ezt nem tesszük meg, igaz? Inkább nyüstöljük és várjuk, hogy változzon meg, ő változzon meg. Így legyen, úgy legyen, most miért szólt rám, miért akarja, hogy ezt csináljam? És annyit kéne mondanod, hazajössz. Neked is milyen jó ez, amikor mondod a párodnak, hogy szeretlek, love you, és akkor a párod meg megölel, és füledbe súg valamit. Egy olyan valamit súg a füledbe, amiért várod, hogy este legyen. Igaz? Milyen jó érzés ez? Amikor kiemel a magasba, amikor úgy jössz haza, hogy jó, de jó, hogy hazajöttem, és várlak tégedet. És várom, hogy este legyen, és összebújjunk, és szeressük egymást. Csak ennyit kérek, szeressétek egymást. Miért olyan nehéz ezt? Sokkal nehezebb elviselni a gondokat. Az olyan gondokat, ami hétköznapi gondok. Ha nincs rendben a házasság. Az asszonyt, azt nem úgy kell rendben tartani, hogy esetleg szexelek vele heti egyszer is kész, oké?
Nem. Az asszonynak mondani kell, hogy szeretlek. Love you, baby. Love you. Always love you. Ennyit kell csak az asszonynak mondani. A hölgynek, a barátnődnek. Hogy szeretlek. Szeretlek, életem értelme vagy. Mindent megteszek érted. Mindenben segítelek. Mindenben kiemellek. Csak ennyit mondjál. Nem működik szeretet nélkül egy kapcsolat. Nem működik úgy, hogy nem nyilvánítod ki. Mit mondott Böjte atya? Hogy tettek nélkül semmit nem ér az akarat. Tettek, cselekedet nélkül semmit nem ér. Nem úgy van az, hogy most, hát mondtam, hogy szeretlek egy éve, hát majd ha változik valami, akkor majd szólok. Nem. Szeretni, és mondani, és folyamatosan mondani, azt a legfontosabb. Napi szinten mondd, hogy szereted a párodat. Napi szinten. Na. Megérkeztem erre a helyre, puszilok mindenkit. Szép napot kívánok nektek, kellemes vasárnapot. És akkor várlak majd vissza a csatornámon, jó? Ezt fel fogom tenni a YouTube-ra is. Úgyhogy köszönök mindenkinek mindent. Puszilok mindent, és szeretlek tégedet. Köszönöm, hogy megnézted. Evi Herceg YouTube csatornám, nyomj oda is egy lájkot. Sziasztok, csumi-csumi, puszillak mindenkit. Remélem, hogy írj a videóm alá, hogy folyton mondogatod-e a párodnak, hogy szeretlek. Így a mennyekbe fogsz járni, így a mennyekben. Úgy fogod magad érezni, mint még soha. Na, szeretlek, love you, szia! Sia, sia.